Mint minden évben, idén is az 56-os ceglédi hősök és áldozatok nyughelyénél kezdődött az október 23-ai megemlékezés. Az egyház részéről Szabó Árpád Csaba, református lelkipásztor beszélt elődeink hősiességéről, mindarról az áldozatról, amelyel hazánkat védték. A református öreg temetőbe és a kálvária temetőbe is ellátogattak az emlékezők, a város nevében a polgármester dr. Csáki András helyezte el a tisztelet virágait, és természetesen az 56-os hősök leszármazottai, önkormányzati képviselő, emlékezők, intézményvezetők is lerótták kegyeletüket. Virág került Csendes István, Jákó János, Asztalos István, Fésűs Ferenc, Veres László, Irházi Sándor, dr. Jójárt József és Kurdics József sírjára. Az elhunytak a forradalmi eseményekben vettek részt, felvonulást kezdeményeztek, vagy a város vezetését vették át, az ellátást szervezték meg, vagy a nemzetőrségben vállaltak feladatot. Az emlékezés a Kossuth Lajos gimnázium előtt folytatódott. Itt áll az az emlékpad, melyen lyukas zászló és diák sapka is van. Ez a pad helyett teremt a megemlékezéshez alkalmat ad a mai fiataloknak a múlt felidézésére. Virágok kerültek a Török János iskolában található 56-os emlékhelyhez is, itt is fejet hajtottak az emlékezők hős elődeink tiszteletére. Az október 23-ai városi megemlékezés holnap 10 órakor kezdődik a Református templom kertben. Köszöntő dr. Csák András polgármester mond, majd dr. Ráci János, a Veritas Történetkutatóintézet főmunkatársa tart visszaemlékezést. Ünnepi műsort a ceglédi Református Általános Iskola 7. B. osztálya ad, majd az emlékezők megkoszorúzzák az 56-os ősök emléktábláit.